himnusz eléneklésével kezdődött a Pándi Kálmán Tagkórház Semmelweis napi ünnepsége június 26-án. Az eseményt ebben az évben rendhagyó módon a Városháza dísztermében rendezték meg. Elsőként Görgény Ernő polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki a koronavírus járvány ide alatt helytálló egészségügyi dolgozókra hívta fel a figyelmet. Az az útra való, tisztelt hölgyeim és uraim, amit Semmelweis Ignáztól kapott az emberiség, különösen értékes akkor, amikor olyan helyzet adódik, amelyet a ma élő nemzedékek egyike sem tapasztalt még meg. Mert a ma élő generációk egyike sem élt át világjárványt. Semmelweis Ignác statisztikákkal bizonyította, hogy a kézfertőtlenítések, a megbetegedések és a boncolások között összefüggés van. Könyvét Európa valamennyi szülész professzorának elküldte, de nem kapott rá választ. Becsei László, a Békés megyei központi kórház főigazgató főorvosa, az anyák megmentőjének nevéhez köthető felfedezéseket ecsetelte, majd párhuzamot vont a koronavírus járvánnyal, hiszen a megbetegedés elleni védekezés egyik módja a kézfertőtlenítés. Semmelweis utasítása a kézmosásról 1861-es keltezéssel íródott, és most 2020-ban, 159 évvel a nagy felfedező Semmelweis professzor után ismét számos fórumon, sőt orvos szakmai labban is arról írnak, hogy mekkora jelentősége van ennek a kézhigiénének. Korunk koronavírus a világjárványa és a gyermekágyi láz kórokozájának pusztítása között párhuzamot lehet húzni. Semmelweis Ignácot a kézmosás előnyeinek első felfedezőjeként ismerik, ezek az ismeretek pedig a COVID-19 járvány miatt most igazán létfontosságúak. Az ünnepségen ezt követően az önkormányzat által alapított Libor János díjat és a központi kórház elismeréseit adták át. 2020-ban Libor János díjban részesült Martin Tibor osztályvezető főorvos, az egészségügyi szakdolgozók közül Tóth Drótár Magdolna és Pap Attila ápoló. Abban a szerencsében van részem, hogy Libor János főorvos urat személyesen is ismerhettem. Az ő mentalitása, a betegekhez való hozzáállása példamutató volt, és számomra is egy követendő példa. Természetesen a díj miatt meg vagyok lepve, és természetesen jól esik. Nyilván ilyenkor az ember arra gondol, hogy ezt nem csak önmaga érdemelte ki, hanem minden ilyen díj esetén az ember mögött ott áll egy csapat. Jelen esetben az a csapat, amelyik a munkahelyemen segített, az osztály dolgozói, illetve az a csapat, amelyik otthon segítette a munkámat, a családom. A Libor díjak átadása után a kórházi kitüntetések átadására került sor. Kórházért elismerésben részesült Dobó Márta osztályvezető főorvos. Először is nagyon meglepődtem, nem számítottam rá, tehát váratlanul és boldogsággal ért ez az egész. Én szeretem a munkám, a gyógyítást, és a kollégák nélkül úgy gondolom, hogy ezt nem tudtam volna véghez vinni. Tehát nagyon jó kis csapat van az osztályomon, nagyon jól működik az osztály, több mint 35 éve dolgozom itt, és úgy gondolom, hogy még nem fáradtunk meg a munkába, és ezt a kollégáknak is köszönhetem, meg a betegeknek is valahol. A hétköznapi betegellátásban kimagasló munkát végző dolgozók, valamint a koronavírus járvány ide alatt példamutató szolgálatot tevő orvosok és egészségügyi dolgozók főigazgatói dicséretben részesültek, melyet szintén a pénteki eseményen adtak át.